21. alkalommal szervezzük meg a Erdős Művészeti Napot Magródon című fesztiválunkat, és akiket itt látnak, három osztály a Erdős Művészeti Iskolának a harmadik D osztálya, a hetedik A osztálya és a hetedik D osztálya. Vezeti őket a szolfés tanárnői Ráti Bernadett, és zongorán közreműködik Gyöngyösi Szabó Viktor Gábor. Shine, bring your fire, bring your flash,
egy olyan szerencsi következik, amelyet fent az orgonál és az orgona melletti nagy bőgőn fognak előadni, Gyöngyösi Szabó Viktor Gábor orgonaművész és zongoraművész, aki az idénkből nálunk az iskolában tanít nagyon ügyünket, és egy olyan bőgőművész kollega, aki kétszerről jött át hozzánk, de egy régi kapcsolatunk, ő a zenekarunkban, a Vermesi Kamara Filharmóniában a nagybőgőse amúgy, tehát nem csak szólót játszik, hanem a zenekarunkban is részt vesz, tehát Bályi Tamás kétszerről nagybőgő játszik, és ketten Farkas Ferencnek a Magyar Táncok című művét fogják előadni, tehát orgona és nagybőgő ott fent fog szólni, itt pedig még szépen hallani.
Thank you.
arcok, fiatalok és már régen koncertálkozók, és ezt a gyermekeim, és most hallották a gyermekeim, azt a valószínűleg az összegezője tárgyi, és ő is megélete azt a történetet, a trójai háborút, ahol Dido és Eneas története, azt a trójának a királynője Dido, és Eneas, aki a hős, és aztán utána hozott el a szükséges és nem engedi őt, hogy egymás védegyenek, és Dido olyan szakorú lesz, hogy véget nem életünkre, hiszen elhelyezik a parancsra a szerelme. Én kíváncsi, hogy Mozart szonátát fogok játszani. Mozartot nem nevem hasonló szerintem sem a kicsi ifjakra, sem a középkorúaknak. A zseni Mozart, aki nem élt olyan túl sokat, röviden, de nagyon tömören. 30, mindössze 30 évesen mozik. Csodálatos darabokat, műveket hagyott ránk. Egész akkor uralkodott a zenében élt, és minden sejtje. Mindig durvan ért, hogy a művei legfőbbre durvan napszik el. Ha holban él, akkor szokott. Valamiért nagyon szokott. És mi egy kicsit szonátát hoztunk, ami egész rendkívüli, egy kis szonátáj közül. Ez akkor született meg, aztán olyan 22 esztendős lehetett, amikor párizsi évei alatt két szerelmi csalódás, egy márhányi szerelem csalódása, és a másik pedig jóval súlyosabb az édesanyának az elvesztése. Valahogy rendben van ebben a szomájában, a Mozartnak gyönyörű dallal mellett az, hogy most nagyon sötét időszakát éli, és valahogy ez ennek a napsikájában. Szeretnék. Thank you.
és magunk.